Gyöngy, Kovács Lehel és Mezei Karsa Szentivályi dalalokat fognak játszani. Nem tudom, hogy lesz-e benne címbalom. Kiderül, hogy Rémann Gergő visszaér-e a címbalom előkkel. De addig is vigyázzunk, hangoljatok, felfoglaljátok el a színpadot, majd a Szentivályi dalalokat játszik. Mert felkészítő tanári Tókos Csongor Attila a hegedű, Szakács Kristóf a brácsa, Fülöp Lóránt pedig a bőgöst készítette fel. Hallgassák nagy szeretettel. Thank you.
Kocsán Maxim, Szatmári Tamás, Torti Márton, Mezei Karsa, Lapádi Dallamot fognak játszani. Felkészítő talán Gombár Lórán. Thank you.
újabb közös produkcióval megyünk tovább, méghozzá Molnár Sanyi, Sár András, Szabó Géza, Deák Ervin Gyuszai dalokat fognak játszani. Kamarát vele találunk, Fülöp Nórát.
lassan ezek az zenekarok már nyugodtan mehetnek egy-egy jó táncházba muzsikálni. Szóló produkció következik, méghozzá Viola Sára Betlehem városára című nótát fogja elénekelni. Réma Gergő kísért cimbalmon, felkészítő tanára Szabó Csakánka. Sikert kívánok! Yeah.
duett, méghozzá Jánó Kinga és Kulcsár Szintia fognak énekelni jársági adventi dallamokat, kísérve 5 órára harmonikát. Felkészítjük tanárok Vaja Severin és
Muzsikálvállási Pál Tőkés Tibor, Svarc Tamás, Szabó Gábor és Nemes József.
Kalóz Szabolcs, a Szász Csállási Muzsikasztályt játszik. Felkészítő találunk a lakásosság. Thank you.
kísérjük a Szakács Kristóf Rácsot. Látszik, hogy ez egy kassa, szinte mindegyik egyetes. Thank you.
következik a Palackai zenekar, amiből most gondolom a Florin jött el, szóval most testvére Márius beteg, hogy nem tud ma itt lenni, de a fiúk a kísérletet megoldják, fogadják meg a szeretettel. Thank you.
méltóképpen viszi a koduban élet előre a világba, így képviseli a nagyszüleit, szüleit, akik ja, csak muzsikusoknak nem kell bemutatni az ő családjukat. Gratulálok még egyszer, és további sok sikert kívánok neki. A ma esti utolsó produkció egy csávási összeállítás lesz, méghozzá Erdei Csongor, Nemes József, Kovács Lehel és Mezei Karsa. Én ezennel megköszönöm mindenkinek a figyelmet és a türelmet, hogy ilyen türelmesen végigülték ezt a rövidnek tervezett, bár hosszú karácsonyi koncertünket. Mindenkinek áldott adventet és áldott ünnepet kívánok. Boldog új évet, találkozunk majd januárban. Kellemes vakációt kívánok mindenkinek. Thank you.
Köszönjük szépen, aki telkiadta a kártai kocsmában, és utája meg a ma estét, aki meg legközelebb, hát pénteken is lesz évzáró táncház, úgyhogy várunk a szeretettel, bűvő koncertre, és utána az évzáró táncház lesz a Erkély Gáspár fog szeretettel, hogy várunk mindenkit a szeretettel. Köszönjük szépen, hogy volt. Négy nagyon kemény legényre lenne szükségem, vállalkozó szeretettel.